Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és egy új sorozatot kezdünk, ahol megnézzük, hogy az egyes pártokat, az egyes rendszerváltás utáni pártokat hogyan próbálta meg befolyásolni, elfoglalni az előző politikai elit. Ez lesz a témánk az egyik kedvenc kutató újságírómmal, Mező Gáborral, aki itt van a vonal túlsó végén. Szervusz, köszöntünk a műsorban. Szia, köszönöm szépen a meghívást. És a mai témánk az SZDSZ lesz. Az SZDSZ, ami már a 70-es években elkezdte bontogatni a szárnyait, a hivatalos infók szerint különböző kicsi illegális csoportokból álló mozgalomként. És talán kezdjük onnan, mert hogy nagyon nagy a téma, hogy azért az SZDSZ történetéhez nagyon szorosan kötődik a Beszélő nevű folyóirat, amivel kapcsolatban most te is írtál cikket, hogy a Beszélőnek különböző újságíró azért nem feltétlenül rendszerellenesként kezdték a munkásságukat. Igen, és azért az is nagyon fontos, ugye, hogy a beszélőtök eredetileg ugye szamizdatban árusították, tehát úgy terjesztették illegálisan. Viszont azért egyre több információnk van arról, és ezt végül is maga Acél György is megerősítette az egyik ilyen kései interjújában, hogy azért történt közöttük egy ilyen megegyezés, hogy a Beszélő igazából egy ilyen félig meddig illegális, félig meddig legális lap volt. Azt azért lehet látni szerintem egyre inkább, hogy eredetileg ez a SZDSZ-nek a, nem is az egész SZDSZ, tehát nyilván nem lehet őket így egy kalap alá venni, egy egész pártot vagy képviselőket, de ennek az úgynevezett ismertebb része, vagy a kemény magja, az, ha előre nem is volt így kijelölve a rendszer változás levezénylésére, de nagyon sokan szívesen vették volna, hogyha ők állnak ennek az élére. Nincs ebben semmi összeesküvés elmélet. Azért szépen lassan szinte az összes befolyásos politikusokról kiderült, hogy a háttérben kommunista szülők állnak, mégpedig befolyásos kommunista szülők. Most mondhatok példákat itt Arasztira, ugye, talán is mondhatnánk, hogy ki hogyan, vagy kinek a családja hogyan kötődött a kommunista rendszerhez. Hát ugye, aki mondjuk a legismertebb, hát róla nyilvánvaló is volt, ugye Ifa Rajk László, ugye apja volt, belügyminiszter volt, Rákosiék belügyminisztere, akit végül is itt a kommunista hatalmi harcokban ugye kivégeztek, ő is az egyik koncepciós per áldozata volt, és az özvegye, tehát a ifjabb Rajk Lászlónak az anyukája, és maga Rajk László, tehát ifjabb Rajk László is azért egy elég befolyásos szereplő lett. Akkor mondhatjuk Pető Ivánt, akiről ugye csak később derült ki, hogy az apja AVH-s volt, és hozzátartozik egyébként a történethez, hogy ezt akkoriban tagadták, és még pereskedett is az ügyben, tehát még csak el sem ismerték. Akkor mondhatjuk ugye Bauer Tamást, akinek az apja nem csak, hogy ő AVH-s volt, AVH-s főtiszt ráadásul, de ennél sokkal fontosabbnak tartom, hogy utána a külkereskedelem területére ment, a Komplex vállalat vezető jogtanácsosa lett, ahol kidolgozott ugye alatta még a Kádár rendszerben, Őrsi Mátyás, ugye egy másik SZDSZ-es, ismert SZDSZ-es politikus, kit nem mondtunk még, ott van Demszky Gábor. Hát kezdem először, mondjuk Demszky Gáborra, Demszky Gábor ugye a szülei Impexesek, illetve a pénzügyminisztériumban dolgoztak. A nagyapja egyébként kominternes. Ő maga maoistaként indul, ugye egy maoista tüntetésen, és állambiztonsági nyomozás indul ugye az ügyükben, az ELTE jogi karára jár, de ezt így pillanatok alatt igazából leállítják, és van egy ilyen jelzés is, hogy nagyon befolyásos szülők vannak, és hogy inkább azért ezt ejteni kellene, ezt az ügyet. Akkor ki van még? Kis János, ugyanez a kategória, ugye a Schmidt Mária egy remek portréban megírta a Kis Jánosnak a történetét, ugye, hogy ő hogy kezdte a Kádár rendszerben. Hát ő is egy ilyen dédelgetett Kádár gyerek volt. Nem tudom, hogy mindenkit felsoroltam-e, Magyar Bálintot is mondhatjuk, Magyar Bálintnak az apja a Nemzeti Színház befolyásos embere volt a Rákosi korszakban, a kultúra területén ugyanúgy egy meghatározó figura.
kit hagytunk ki. Tehát szépen lassan végül is mindenkiről kiderül. Csak az merül fel, hogy ugye abban a rendszerben nem volt más alternatíva, tehát az elit nyilván annak a rendszernek a része volt. Igen. És hogy itt lázadó gyerekekről beszélünk, akik tényleg szembefordulnak a saját szüleikkel, a saját szüleik által vallott ideológiával is, vagy valójában azt mondják ezek a szülők, hogy na, itt vannak a mi gyerekeink, fel kell őket készíteni egy új korszakra. Figyelj, az igazából, hogyha belegondolunk például abba, azért mondtam a Bauer Miklóst, ugye a Bauer Tamásnak az apját. Ő egy nagyon kegyetlen AVH-s főtisztként kezdte. Ha nem is volt Körmös Bauer, azért nem gondolom egyébként, hogy véletlenül ragadt volna rá ez a név, de mindenben részt vett, amiben az AVH akkoriban részt vett. Utána viszont, hogy azért mondtam, hogy a Komplexhez került, mert ez viszont már a külkereskedelmi terület is. Hát leginkább Orvendi Zsuzsának kutatásaiból látjuk, hogy ez a külkeres hálózat, amit nyugodtan lehet külkeres mafiának is nevezni, egyrészt milyen szerepet játszott abba, hogy végzetes adósságcsapdába került az ország, másrészt milyen szerepet játszott a rendszerváltásba. Tehát itt azért azt kell látni, hogy egyrészt a szülők akkor befolyásosak voltak, másrészt később mondjuk külkeres területen is dolgoztak, egyéb területen. Nem vagyok benne biztos, hogy akkoriban mondjuk már a szülők annyira hittek volna a kommunizmus eszméjében. Tehát inkább azt gondolom, hogy ez egy sima hatalomátmentés, egy hatalom megtartás volt. Végül is az akkori elit a saját gyerekei által próbált átmenteni a hatalmat, és végül is az az igazság, hogy nagyjából sikerrel is jártak meg, hiába nem az SZDSZ-nél, ugye a 90-es választáson valójában, a politikai vezetés mögötti hálózat, az nagyon is közel állt az SZDSZ-hez és egyébként az MSZP-hez is, és ez a külkeres később a privatizációban nagyon is érdekelt csoporthoz. És a rendszerváltás után, mert talán az SZDSZ-ről és a Fideszről szokták azt mondani, hogy ott tiszta nyílt tekintetű fiatalok voltak, antikommunisták, akik meg akarták dönteni a rendszert, de miután az új korszak eljött utána, mennyire maradt meg ez be? Tehát, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy ők az SZDSZ a politikájában továbbra is az antikommunizmust képviselte, vagy a rendszerváltás után elkezdtek kedvezni azoknak, akik ellen ők tulajdonképpen harcoltak. Hát az nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy blöff volt a részükről, tehát ez egy tudatosan terjesztett hazugság volt, akkor ez nagyon jó hangzott, hogy antikommunisták. Biztos vagyok benne, hogy voltak az SZDSZ-ben egyébként antikommunisták, azt gondolom, hogy a vezetők között is biztos, hogy volt olyan, de hogy az előbb említett embereknél ez a nagy részüknél biztosan csak egy blöff volt, abban én egészen biztos vagyok. Elég megnézni azért azt a, akárcsak visszanézni a Kónya Pető Iván vitát, amit ugye a felelősségre vonás és az igazságtétel kérdésében folytattak. Hát Pető Iván ugye bicska nyitogatóan képviseli azt az álláspontot, hogy hát ilyet nem szabad csinálni, erről szó sem lehet. De egyébként, ha valaki elkezdi vizsgálni a 90 utáni történeteket, akkor eléggé nyilvánvaló, hogy az SZDSZ következetesen azt képviselte, hogy itt ne legyen semmiféle felelősségre vonás. Ennek az oka azért egészen nyilvánvaló. Hát nem csak a szüleik voltak ebben mélyen érintettek, ők ugye vastagon, de saját maguk is. Ha valaki elkezdte volna vizsgálni azt, hogy ki mit tett az előző rendszerben, tehát 90 előtt, és valaki tényleg megnézi, hogy mi lehetett az ára például annak, hogy ezek az SZDSZ-es fiatalok már akkoriban szabadon utazgathattak mindenhova, és azért elég jó állásokban is voltak, és közben játszották ezt a szamizdatos, félig illegális, üldöznek minket, amit nagyon el lehet egyébként adni a külföldi sajtóban, és ugye a közvéleményének is, de valójában igazából sohasem történik semmi, tehát semmi komoly nem történik. Leszámítottán Demszkit, aki többször összetűzésbe keveredik a rendőrséggel, de ez inkább szerintem az ő személyiségének. De akkor ez róla... szerinted nem műbalhé volt, megrendezett balhé, hanem hogy a Demszki tényleg egy ilyen kicsit kekeckedőbb figura volt, renitensebb, aki aztán tényleg, tehát hogy ő mondjuk tényleg balhézott. Azért nagyon sok mindent utólag látunk, azért Demszkin látszik az utóbbi években, hogy azért egy eléggé agresszív, nagyon furcsán viselkedő személyiség, és most anélkül különböző konkrétumokat mondanék, igen, azért elég sok jelzés van arra, hogy egy kimondottan agresszív, konfliktus kereső személyiség volt. Nem tartom véletlenül, hogy éppen ő került ilyen balhékba, és mondjuk nem a kis János, akiről ezt nagyjából el se tudná senki képzelni. Ugye azt is mondták, hogy főleg Demszkék esetében a kezdet
teknél az ideológiai hatás inkább a maoizmus volt, és hogyan lett ebből a demokrácia iránt vágyó valaki? Ez egy őszinte párfordulás volt a részükről, vagy valaki egyszer megmondta nekik, hogy a szabadságjogok az emberi jogoknak a hangsúlyozásával tudnak ők politikai népszerűségre szert tenni? Nem tudjuk ezt pontosan, hogy hogy történt. Tehát ugye volt egy ilyen Szabadság nevű francia lap, és az ennek a társaságnak végül is egy ilyen példakép volt. Jellemző, hogy a Magyar Narancsnak, ami ugye később az SZDSZ-hez került, elvileg a Fidesz lapjaként indult, és a nagy váltás során azonnal átkerült az SZDSZ mögé. És egyébként pont megnéztem a szerkesztőséget, és az eredeti tagok közül szinte mindenki az SZDSZ-hez sorolható később, így vagy úgy. Szóval az a lényeg, hogy nekik egyfajta példaképük ez a Szabadság nevű francia lap volt, amit a kommunista társutas Sartre alapított egyébként meg, aki arról volt ismert, hogy a végletekig kiállt a Szovjetunió mellett, még arra is képes volt, hogy amikor az 50-es évek közepén ott járt a Szovjetunióban, és hazatért, akkor mindenféle szépet leírt a szovjet emberről és a Szovjetunióról, és később beismerte, hogy hazudott egyébként, de hogy azt mondta, hogy a titkára sajnos beteg volt, és a titkára több cikket helyette megírt, ami nyilvánvalóan egy kevéssé hihető történet. A lényeg, hogy ő megalapította ezt a Szabadság nevű lapot, ami akkor a 60-as évek végén egyébként maoistaként indult. Tehát az egy maoista lap volt, és később liberális lappá változott. Amikor a Magyar Narancsba megpróbálják őket bevonni támogatóként, be is szállnak egy minimális összeggel, akkor úgy említik, ugye a Vágvölgyi B. András, a Magyar Narancsnak a főszerkesztő, hogy ez egy fantasztikus francia liberális lap, és ők is ugyanezt akarják képviselni, stb. Stb. Azért említettem azt, és ez látszólag kitérő csak, mert hogy az is maoistaként indult. Tehát látni kell, hogy ott ez a 68-ban, ez a maoizmus, az új baloldalizmus, nevezzék bárhogyan, ez nagyon népszerű volt ugye a diákság egy részének a körében és az értelmiség körében. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy a KGB és a szovjet rendszer ezt támogatta, ennek nagyon-nagyon örültek, hogy ez egyfajta ilyen belső erjesztésnek, bomlasztásnak is megfelelt, és aztán ebből a maoizmusból végül szépen lassan liberalizmus lett. Az, hogy ez hogy történne, kiben, hogy történne mondjuk az SZDSZ kapcsán személyesen, ki hogyan állt meg, azt szerintem személyenként kutatható, és szerintem kutatni is kell, mert egy érdekes dolog. De mondok azért még egy példát erről, és ez ugyanoda vezet vissza. A Magyar Narancsot, amikor elkezdték kiadni, és heti lapként elkezdett megjelenni, akkor egy Cosmopolis nevű cég jelentette meg, amiben a Soros mellett mások is benne voltak, tehát a Soros alapítvány adta egyébként a legtöbb pénzt, de más is beszállt. És erről a Cosmopolisról írt a Heller Ágnes egyébként a 90-es évek elején. Sokan írtak, ez egy ilyen álomkép, ugye ez a jövővárosa, ahol ugye mindenki egyenlő, nincsenek fajok, nincsenek kulturális különbségek, mindenki boldog. Tulajdonképpen ez már egy ilyen liberális város, szerintem egy ilyen neoliberális boldog kötkép. De látjuk, hogy mennyire összecseng az internacionalizmussal. Tehát, hogyha igazából ezeket elkezdjük vizsgálgatni, akkor nincs olyan nagy távolság. Tehát azt gondolom, hogy ez a maoizmus, egyáltalán ezek a kommunista eszmék, ezek azért ilyen nagyon ügyesen átültethetőek a liberalizmusba is. Nyilván ez egy összetett probléma, de azért, vagy kérdés, de lehet látni azt, hogy az egyikből át lehet alakulni más. Tehát, hogy vannak nagyon Tehát lehet akkor ez egy őszinte fejlődés is, mert ideológiailag is meg lehet találni a közös pontokat. Biztos, hogy lehet ez egy őszinte fejlődés, másrészt azért mondtam egyébként a külföldi példát, mert nyilván látták, hogy ez külföldön működik, tehát meghatározó politikai erővé alakul. Most, ha én egy kommunista gyerek vagyok, akinek befolyásos szülei vannak, én is azért értelmiség vagyok, jó helyen dolgozok, egy biztos, tehát kommunista, tehát nem maradó kommunista, az egy lejárt dolog, vége van a kommunista rendszernek, a Szovjetunió összeomlik, vele együtt a kelet-európai csatlós országok összeomlanak. Kell ugye ideológia, hogy valamilyen ideológia fele elkezdek menni, ami már nem a marxizmus, ami már nem a maoizmus, nyilván dolgokat megőrzök belőle, hogyha így gondolkodom. Hát mi legyen, az nyilván nem konzervatív lesz az ember, szerintem a legkézenfekvőbb a liberalizmus. És aztán ez a fajta liberalizmus így most 2020 a 20-as évekre vissza is alakult egy kicsit amúgy progresszív baloldalisággá, ami meg... Hát meg... Igen, és hogyha látod, akkor nagyjából, tehát
nagyon ciklikusan működik a történelem, tehát azt látjuk, hogy igen, ahogy mondjuk ez az internacionalizmus liberalizmussá fejlődött, és most ezt a fajta liberalizmust értem alatta, hívhatjuk neoliberalizmusnak is, tehát nem a klasszikus liberalizmust, úgy azt is láthatjuk, hogy ez szépen egyébként vissza is fejlődött akár egy ilyen internacionalizmussá, mert azért nagyon sok jel van most már arra, hogy megint ezek a kommunista eszmék, ez a fajta cenzúra, ez a fajta erőltetett ideológiai váltás, tehát amikor mi nem úgy gondolkodunk, ahogyan ők, akkor hirtelen már bűnösként vagyunk beállítva, tehát így bizony így köszönnek vissza ezek a régi eszmék, és lopakodik vissza igazából ez az internacionalista bolsevik eszme. Ugye nagyon érdekes, hogy ezen politikusok közül többen aztán a talán Magyarországon legglobalistábbnak számító demokratikus koalícióban találták meg a helyüket. Hát igen, mondjuk úgy, hogy szerintem ők ugyanannyira voltak klasszikusan liberálisak, ezek a említett SZDSZ-es politikusok, itt mondjuk mondhatjuk Őrsi Mátyás, talán ő a legismertebb, ahogy mondjuk Gyurcsány Ferenc baloldali volt. Tehát egyik, ahogy Gyurcsány Ferenc egyáltalán nem volt soha baloldali, úgy szerintem ők se voltak liberálisok a szónak abban a pozitív értelmében, ahogy egyébként a liberalizmus létezett valamikor, és szerintem még mindig létezik. Ezek a későbbi lépések szerintem nagyon jól megmutatják az eredeti elgondolást is. Tehát azt szoktam gondolni, amikor elkezdek nézni egy pályafutást, hogy az embereknek a mozgása is, hogy most legyen szó, hogy politikusról vagy értelmiségiről, nagyon sokat elárul. Tehát sokkal többet elárul, mint amit egy dosszéból, vagy esetleg egy nagy kutatás alapján látnánk. A mozgásukból nagyon sok mindent össze tudunk rakni, akár utólag is az eredeti történeteket. Tudsz erre példát mondani? Hát most előbb beszélgettünk Őrsi Mátyásról, következetesen azt látom, hogy ő nyilvánvalóan soha nem volt antikommunista abban az értelemben, ahogyan mondjuk mi antikommunisták vagyunk, vagy ahogy az antikommunizmusról beszélünk, mégis egy olyan pártban volt, amelyik hangsúlyozottan az volt, tehát az NDF-nél ugye radikálisabban antikommunista párt volt az SZDSZ, ez volt az egyik fegyvere egyébként, ezzel próbált ugye részben támogatókat szerezni, és ugye mit láttunk szinte rögtön, hogy amikor kiderült, hogy az Őrsi Mátyás a irodájában alkalmazza a Bauer Tamás képviselőtársának az apját, Bauer Miklóst, az AVH egykori főtisztjét, és ezt megírta a sajtó, akkor az Őrsi Mátyás azt mondta, hogy ez nem az ő feladata, ez társadalmi feladat, hogy ebben igazságot tegyen, itt nem az ő feladata, hogy ebben döntsön, ő nagyon szívesen dolgozik együtt. Egy ilyen ember nyilvánvalóan soha az életben nem volt antikommunista, és mondom, a szó klasszikus értelmében se volt valószínűleg liberális se. Maximum neoliberális, mint amilyen a Gyurcsány is volt, vagy ahogy a Siffer András szokott fogalmazni, és ez szerintem Őrsi Mátyás és Gyurcsány Ferenc esetében is helytálló, ezek az emberek igazából nihilisták. Tehát ilyen igazából politikai gondolkodás vagy irányultságuk talán nincs is, a hatalom megszerzése talán az egyetlen cél, a hatalom megszerzése és a hatalom átmentése. Említetted például Pető Ivánt, aki ugye ávós felmenőkkel rendelkezett, és azt mondják azok, akik akkoriban éltek, hogy a rendszerváltás előtt és után is megfigyelhető volt az, hogy a rendszerváltás előtti korszak befolyásos szülőinek a gyermekei is nagyon összetartóak voltak, és volt köztük egy ilyen megfoghatatlan, láthatatlan kapocs. Ezt meg tudod erősíteni? Ez abszolút így van, ugye ezt azért már akkoriban is lehetett látni, tehát ezt a 90-es években azért elkezdték ugye írni, főleg Csurka István ismert erről, hogy ez az apák és fiúk történet, aminek sajnálatosan lett egy ilyen antiszemita íze is, amit részben szerintem az akkori szerzők is tehettek, mert azért követtek el hibákat, de hát részben ez egy trükk is volt ennek a társadalomnak a részéről, hogy végül is erről, hogy valaki a hatalomátmentésről és ezeknek a csoportoknak az összetartásáról és hamis antikommunizmusáról ír vagy beszél, azt beállították rögtön egyfajta antiszemitizmusnak, tehát ez egy ilyen, sajnos egy régen végül bevált. Nem a származásuk volt a probléma, tehát nem a nemzetiségi származásuk volt nem a nemzetiségi probléma, hanem a politikai. A politikai, hát az, hogy milyen érdekközösség, pontosan, hogy fogalmazta, hogy milyen csoportba tartoztak. Máté Áronnal, még amikor egyszer beszélgettem, ugye a NEB elnök helyettesével, történész,
Ő mondta azt, mert félig így nevetve, de egy nagyon találó kifejezés, hogy ez végül is az AVH baráti kör volt, mert nem mindenkinek volt mondjuk AVH-s az apja, de azért itt a befolyásos SZSZ-es politikusoknál több emberrel megtörtént. Volt, akinek viszont propagandista volt mondjuk az apja. Tehát mondjuk vegyük csak Vásárhelyi Máriát, akinek ugye Vásárhelyi Miklós volt az apja, a Szabad Nép egykori propagandistája, a kult szereplője a Mindszenty Pernek, a Bocs Petri ügynek, ugye úgy, hogy ő volt a fő tudósító, ő tudósította megvezetett lakosságot ezekről a kitalált ügyekről. Tehát azt lehet látni, hogy igen, itt ez a fajta belső körnek a nagy része mögött egy-egy ilyen befolyásos szülő állt, és igen, nagyon is összetartottak. Ebbe se kell egyébként semmiféle összeesküvést keresni, ez valahol érthető. Hát a régi pártüdülőkben együtt töltötték, gondolom, a nyarat, meg úgy ismerték egymást, és meg volt nyilván a jó barátság közöttük. Egyrészt, másrészt azért voltak olyan kiemelt iskolák, korábban az ELTE jogi kara volt erről ismert, ahol hát elég sok ilyen káder gyerek járt, és ugye mindegyikből jogász lett, akik később vagy politikusok, vagy tényleg jogászok lettek, vagy más szakmába mentek el, ez is egy összetartozó társaság volt. De most kezdjük el látni, hogy legalább ilyen fontos volt a Marx Károlynak a hallgatósága, vagy a Marx Károlyon tanuló diákok, annak is egyébként a nemzetközi kapcsolatok szaka, ahol azt látjuk, hogy nagyon sok későbbi, akár politikus, akár ismert rádiós, akár ismert humorista, Parkasházi Tivadar, stb. Ott tanult, és igen, ők is egyébként ilyen nagyon kis összetartó társaság volt, és igen, ők is a két SZDSZ és MSZP mögé besorolható véleményalkotók lettek, vagy ismert értelmiségiek, kivétel nélkül. Az, hogy ezek a dolgok akkor tájt nem kerültek napvilágra, az részben annak is köszönhető, hogy összetartóak voltak, és a sajtót is tudták uralni? Hát ezért nagyon fontos, amit mondasz, mert talán ennek köszönhető a leginkább. Másrészt nyilván annak, hogy az iratok ugye nagyon nehezen kutathatóak voltak akkor is. Másrészt azért gondoljunk csak arra, hogy ha akkor én elkezdek itt kutatni így vissza a múltban, nekem nem tudom, 2 tonnányi újságot kell átnéznem ahhoz, ami most már talán egy gombnyomás, hogy beírok keresőbe egy releváns keresőszót. Tehát ez is betartozik, de az is igen, hogy a sajtót nagyon erősen irányították. Van egyébként egy nagyon jó tanulmány kötet arról, ami arról szól, hogy ez a neoliberális közgazdász elitcsoport, aki végül is a privatizáció és az egész rendszerváltozásban hatalmas, nagyon-nagyon komoly szerepet játszott, és a privatizációban is, hogy mennyire erősen, ahogy fogalmaznak benne, mennyire erősen befolyásolta a sajtót, és hogy mennyire erősen meg tudott jelenni a sajtóban. Tehát azt látjuk, hogy szinte kizárólagosan ez az álláspont jelent meg a sajtóban. Ugye ismert a médiaháborúnak a története, ugye, ami arról szólt, hogy az Antal kormány melletti sajtó ugye harcolt az ellenzéki sajtóval, amelynek a nagy többsége a lehető legkeményebb eszközökkel egyébként lejáratta ugye az Antal kormány, és ez egy teljesen esélytelen harc volt. Tehát már az elején igazából el volt ölve, ugyanis teljesen aránytalan volt a küzdelem, tényleg egy ilyen könnyű súlyú boxoló küzdött egy nehéz súlyúval, és nyilván a nehéz súlyú volt az átmentett, tehát az képviselte az SZDSZ-t és az MSZP-t, hogyha ilyen politikai pártokra akarjuk ezt leegyszerűsíteni, nyilván leegyszerűsítés. Tehát egy nagyon komoly fölény volt, igen, ennek is köszönhető, hogy ezek az összefüggések nem igazán derültek ki, vagy ha kiderültek, akkor még könnyebb volt egy ilyen konteós bőrbe beöltöztetni. És végezetül egy utolsó kérdés, hogy látod, az, ami annak idején az ávós kommunista szülők voltak, aztán megjelentek az ő gyermekeik, akik közül azért többen már nem aktívan politizálnak, hanem az üzleti és a tudományos életben helyezkedtek el, de mi a helyzet a harmadik generációval? Ők jelen vannak a napjaink közéletében? Hát természetesen egyébként, ha valaki azért megnézni mondjuk akár csak a Momentumnak a történetét, anélkül, hogy nagyon belemennék itt egy ilyen mostani pártpolitizálásba, azért lehet látni most nevek nélkül a vezető politikusok, a Donát Anna, a Fekete Győr András, hát mindegyik klasszikus ilyen családból származik. A Fekete Győr Andrásnak éppen most írták meg a napokban a nagyapjának a történetét. Az apja egyébként, ha jól tudom, ilyen pénzügyi területen mozgott éppen a privatizáció idején. Donát Annának is ismert a családi háttere. Igen, sajnos azt látom, és egyébként
ezt így a magyar politika egyik nagy átka vagy betegsége, hogy itt szinte folyamatosan ilyen hatalmi elit csoportok örökítik át magukat. Tehát nagyon-nagyon kevés kívülről jött embert látok, nagyon kevés kívülről jött politikust. Egyszer azt mondtam egy ügyvéd ismerősömnek, hogy azért, hogyha én nézem ezt a rendszerváltás történetét, meg az azt követő időszakot, akkor azt látom, hogy két szakma játszott vezető szerepet, mind az átmentésben, mind a rendszerváltás elmaradásában, mind ebben az egész folyamatban, közgazdászok és jogászok. És továbbra is azt látom, hogy egyébként, ha megvizsgálom a politikusok hátterét, hogy szerintem túlságosan felülreprezentált a közgazdász és a jogász szakma, és elmondom ennek a veszélyét, hogyha neked van egy jó közgazdászod, meg egy jogászod, akkor te igazából már mindent le tudsz papírozni, te mindent meg tudsz szerezni, tehát hogyha így visszagondolunk a 90-es évekre, egy jó közgazdásszal és egy jó jogásszal és egy jó kapcsolati rendszerrel, ami nyilván adott volt, hát ez papírforma volt, hogy tökéletesen sikerül az átmentés. Tehát igen, én ezt eléggé károsnak látom, hogy szinte folyamatosan azt látjuk, hogy ilyen hatalmi elitek jönnek és alakulnak ki, és nagyon kevés a kívülről jött úgymond független politikai erő, vagy akár politikus. Mező Gábor, köszönjük szépen! Én köszönöm szépen!